Förgeteges farsang címmel rendeztek foglalkozást itt a Borsosház pincéjében, ahol az elmúlt hétvégén ismét megnyitotta kapuit a Csikóca gyermekműhely. Ragasztó, némi csillámpor, természetes anyagok adták a kézműves remekek alapjait, mindezt a báli szezon a farsang finisében. A farsang farka, az időszak, amit most mi megélünk, ugye itt a hamvazó szerda előtti utolsó hétvége volt mindig a csúcspontja a hagyományos farsangi ünnepeknek. Ugye vízkeresztő hamvazó szerdáig egy hosszú folyamatról van szó, ami így csúcsosodik ki ebben a farsang farka ünnepségekben. Ilyenkor szoktak tényleg mulatozni, enni, inni, körbejárni jelmezben régente a falusi fiatalok. Ennek örömére pedig a gyermekműhelyben sem tétlenkedtek, gyönyörű állarcok és maszkok születtek. Van egy saplon, és azt körülrajzoltuk, és milyen természetes termésből, meg dióból raktunk rá ilyen díszeket, hogy elijessze a szellemeket. Én most busóállarcot csinálok. A múzeum gyermekprogramjait nem csak a kisebbek, hanem a nagyobbak is szívesen látogatják. Már csak azért is, mert itt olyan eszközökkel, anyagokkal is találkozhatnak a résztvevők, amelyekre az iskolai rajzórákon nincs lehetőség. Én nagyon szeretem, mert ugye rengeteg játék van, és nagyon-nagyon jó a foglalkozás, és nagyon kedvesek a vendégek, és nagyon csak a kisgyerekek, és mindig kérik, hogy segítsünk nekik, úgyhogy nagyon élvezetes. Az elkészült alkotásokat aztán egy rögtönzött felvonuláson mindenki bemutatta, cserébe pedig egy kirakót kaptak a gyerekek a múzeumtól ajándékba. A Csikóca következő foglalkozását február 23-án szombaton tartják Mese ABC címmel, ugyancsak itt, a Borsosház pincéjében.